Beruházás Csengerben. Új gépekre, eszközökre fordította a csengeri cipőgyár a kormány mintegy 66 millió forintos nagyvállalati beruházási támogatását. Turisztikai konferencia. A Tisza és a Bodrogmenti települések csak közösen meghatározott célok mentén képesek vonzóvá válni a turisták számára, hangzott el a Tiszadobi rendezvényen. Új gépekre, eszközökre fordította a csengeri cipőgyár a kormány mintegy 66 millió forintos nagyvállalati beruházási támogatását. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A cipőgyár a fejlesztéssel növelheti gyártó kapacitását és bővítheti létszámát is. A cég jelenleg 400 főt foglalkoztat, főként a csengeri kistérségből. 1990-ben 45 fővel indult el a cipőgyár Csengerben. Eleinte bérmunkában termelt a cég, majd később 2008-2009-ben jelentek meg a szamoskölyök cipővel a piacon. Azóta évente 15-20%-os növekedéssel 100 ezer pár cipőt varnak meg a gyárban. A stabil hazai piac mellett Szlovákiába, Romániába és Szlovéniába is szállítják a magyar minőségi bőrcipőt. A vállalkozás életében 2014 fordulatot jelentett, mondta az ügyvezető, mert a bérmunkát a német anyavállalat kivitte Magyarországról, így kevesebb lett a cég megrendelése, bevétele, és kevesebb jutott fejlesztésekre is. A nagyvállalati beruházási támogatással most bővülhet a cipőgyár. Ezt a támogatást, amit hál' Istennek megnyertünk, ezt olyan műszaki berendezések, gépek, technológiák megvásárlására fordítottunk, ami a következő időszakban termelésünkhöz, értékesítésünk feltétlen szükségesek. Ezzel tudjuk biztosítani azt ennek is a segítségével, hogy a további munkánkban ennyi dolgozót, vagy netalántán még több dolgozót is tudjunk foglalkoztatni, annak érdekében, hogy a nyereségesség és hatékonyságunk megmaradjon. Bővült a foglalkoztatás Szabolcs megyében is, mondta a nemzetgazdasági miniszter. 40 ezerrel nőtt a versenyszektorban a foglalkoztatottak száma, ebben a megyében is tette hozzá Varga Mihály. A kormány figyelemmel kíséri azokat a cégeket, amelyek egy-egy térség fő foglalkoztatói, stabilak és képesek fejlődni. Ez a program arra szolgál, hogy azok az elsősorban magyar tulajdonban lévő vállalatok, amelyek fejleszteni akarnak, de már kiszorultak az uniós támogatások köréből, onnan már nem tudnak támogatást kapni, azokat a magyar kormány közvetlen hazai forrásból támogatni tudja. No, itt vagyunk tehát Csengeren, de az elmúlt évben még 13 másik, tehát összesen 14 cég kapott ilyen jellegű támogatást, és azt gondolom, hogy ez a visszanem térítendő támogatás azt a jó célt szolgálja, hogy a kapacitás bővüljön. Volt erre a támogatásra tavaly évben ugye 3 milliárd forintunk, ebből megvalósult durván 9 milliárd forintos fejlesztés, és 500 új munkaerő is létre tudott jönni az országban. Csengerben 2019-ig megépül egy börtön, újabb munkahelyek jönnek létre a városban. 250 új munkahely lesz, és mind a cipőgyár közösen tud dolgozni egyrészt a börtönben is, hiszen ott is varrodai tevékenységek fognak elindulni, valamint ami legfontosabb, hogy 250 új munkahely lesz benn, ahol nem csak őrök lesznek, nem csak tisztek lesznek, hanem ott gyakorlatilag mint egy város a város, állam az államban, nagyon sok olyan új munkahely lesz, ahol az érettségivel rendelkezőket, diplomásokat fel tudjuk venni, és az egyéb szakembereket is. A csengeri cipőgyár növelni szeretné értékesítését is. A jövőben új cipőipari termékekkel is előállhat. Új terméket fejleszt ugyanis a Semmelweis Egyetemmel közösen. A Tisza és a Bodrogmenti települések csak együtt, közösen meghatározott célok mentén képesek igazán vonzóvá válni a turisták számára. Erről is szó volt ma egy tiszadobi konferencián, amelynek célja többek között az érintett települések és turisztikai egyesületek kommunikációjának elősegítése volt. A Tisza és a Bodrog mentén számos turisztikai szervezet és kisebb-nagyobb település található, melyek között nincsenek bejáratott kommunikációs csatornák, hangzott el a konferencián. A Tiszavasvári Média Egyesület 870 ezer forintos támogatást kapott a Nemzeti Együttműködési Alapból, azzal a céllal, hogy elindítsanak egy közös weboldalt, valamint részt vegyenek turisztikai fejlesztéseken, továbbképzéseken. Külön-külön működik több szervezet, és ezek között van némi informális kommunikáció, de tulajdonképpen nem tudunk mindent egymásról, nem tudunk egymással olyan szinten kapcsolatba kerülni. És azt látjuk, hogy a Bodrog és a Tisza, mint vízi útvonal, illetve az ezekre ráépülő Euróveló
bicikli és kerékpáros út egy olyan lehetőséget ad, amivel az ideérkező turisták végig tudnak vonulni több tájegységen, több településen, illetve több történelmi vidéken is át tudnak menni, és ezáltal megismerik gyakorlatilag a keleti tájegység mindenfajta szegletét. Szakmai workshopokat, kerekasztal beszélgetéseket és tanulmányutat is szerveznek az elnyert pénzből. Emellett az együttműködők célja, hogy létrehozzanak egy olyan weboldalt, amin a települések polgármesterei és a turisztikai szervezetek képviselői kommunikálhatnak egymással. Azzal az elvárással érkeztünk ide Tiszadobra, hogy egy gondolatébresztő, közös együtt gondolkodást indítsunk el, mint egy előszobájaként egy-egy közös fejlesztésnek, hiszen az itt lévők és itt mindenki tudja, hogy a térséget egyben tudjuk csak kezelni, egyben tudjuk csak megmutatni a vendégeknek, és egyben tudjuk csak vonzóvá tenni a turisták számára. Ladomirszky László kiemelte, a jövőben elsősorban a vízi turisztikai és az aktív turisztikai fejlesztésekre koncentrálnak majd, melyek között a természetjárás, a lovaglás és a kerékpározás szerepel az első helyen. 170 évvel ezelőtt kezdték el a Tisza szabályozását. A jubileum, valamint gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát rendezett a Kállai Gyűjtemény és a Tiszántúli Történész Társaság. A rendezvényen elhangzott többek között az áradások megszüntetése, a közlekedés fejlesztése, valamint a termőterületek növelése érdekében indították el 1846-ban a Szőke folyó szabályozását. A Tisza hossza valamikor 1419 kilométer volt, a folyó rengeteg kanyart és mellékágat alakított ki, így gyakoriak voltak az áradások. Több kisebb sikertelen próbálkozás, töltésépítések után gróf Széchenyi István szervezte meg a Tisza szabályozását. A munkálatok 1846. augusztus 27-én kezdődtek. A 170 évvel ezelőtti történésekről szóló nyíregyházi konferencián elhangzott, többek között az ország és a közlekedés fejlesztése, valamint a termőterületek növelése érdekében indították el a Tisza szabályozását. Egy nagyon összetett, bonyolult eszmerendszert alkotott meg Széchenyi, ennek vannak írásban, beszédekben és gyakorlati vállalkozásokban megjelenő különböző változatai, és ezek nagyon szépen egymásra épülnek, egymással összefüggnek, és egy nagy komplex rendszert alkotnak, amelynek a célja nem más, mint Magyarországnak a felemelése, a haladás, a tökéletesedés gyakorlati megvalósítása az ő koncepciójában. Különleges térkép a kanyargó Tiszáról, alul Tiszacsege, felül Árok-tő. Az 1846-os folyószabályozás emlékeit a Kállai Gyűjteményben is megismerhetik az érdeklődők, emlékeztetett a gyűjtemény vezetője. Mohácsi Endre hozzátette, most egy új tárlat is megtekinthető a Nyírvízpalotában. Ez egy új album, amely az 1940-es árvizet mutatja be inkább a szatmári részen, és ez az Ecsedi Láp lecsapoló bizottságnak a fotóalbuma, és igazából ehhez kapcsolódik a második kiállításunk. Térségünkben legutóbb 1975-ben végeztek szabályozást a Tiszán, akkor Tiszaszalkánál kanyarátvágással formálták a Szőke folyót. Egy motoros sérült meg abban a balesetben, amely reggel 17:30-kor történt a 41-es számú főút orosi bevezető szakaszán Nyíregyházán. Egy segédmotor kerékpáros várakozott a piros lámpánál, amikor egy mögötte érkező személygépkocsi vezetője későn reagált, és autójával elütötte a motorost, akit a mentők kórházba szállítottak. A gépkocsi vezetője ellen a rendőrség eljárást indított. Költők egymás közt címmel rendezték meg Szabóti Anna és Kürti László estjét Nyíregyházán. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Áromérmet szereztek a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzői a junior 50 méteres országos bajnokságon. A sportpisztoly egyéni számában Agárdi Vilmos végzett az élen, Vareha Attila pedig a második helyen zárt. Csapatban az Agárdi Vareha Kis Attila 3-as bizonyult a legjobbnak.
Felemás mérleggel zárta a szezonnyitó dupla fordulót a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese szombaton 82-52-re legyőzte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatát, majd vasárnap 58-56-ra kikapott a Debrecen otthonában. Költők egymás közt címmel rendezték meg Szabó T. Anna és Kürti László estjét kedden a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szerzők verseik születéséről, pályájukról meséltek az irodalom barátoknak, és kedvenc költeményeikből fel is olvastak. Ha minden lépés élvezet, tehát minden is hová vezet. Csak lélegezz, csak lépj, és ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Szabó T. Anna kedvenc költeményeit is hallhatta a közönség a keddi találkozón. A József Attila díjas költő amellett, hogy beszélt gyermekkoráról, pályája indulásáról, elmondta, szerinte a kortárs költők, írók utat nyithatnak a klasszikusok felé. Legszívesebben Vörös Sándor verseit adná a gyerekek kezébe. A költőnő az olvasókat beavatta versei születésének folyamatába. Gyakran hónapokig hordoz egy-egy sort a fejében, de vannak olyan művek is, amelyek hirtelen megszületnek. Van olyan, ami gyorsan megíródik. Ezt hívják ihletnek egyébként, nyilvánvalóan, de tulajdonképpen az ihlet az a féltudatos állapot. És a féltudatos állapotban vagy belealszik az ember, vagy pedig elkezd valami beszélni, ami több, mint ő. Hát hívhatjuk kollektív tudattalannak, Istennek, múzsának, akármi másnak, de mindenképpen olyan, ami elnyomja az egónak a mohó követelő én szavát, és valami olyasmit mond, ami mindenkire érvényes. Tehát nagyon nehéz eljutni oda, hogy túllépjünk az énünkön, és a közösbe belelépjünk, de akkor lehet a verset igazán befogadni. Kürti László gyakorta hív kortárszerzőket Máté Szalkára. Korábban Szabó T. Anna mellett vendége volt már Jónás Tamás és Kukorelli Endre, novemberben pedig Térei János érkezik majd. Az Esze Tamás gimnázium tanára irodalomórákon is vendégül látja az írókat és a költőket. Tapasztalatai szerint ilyen módon jól lehet motiválni a diákokat. Azt látom, hogy ki tudják választani maguk számára azokat a költőket, akik tényleg közeliek hozzájuk, aki hozzászól. És tudom azt, hogy van, akinek tényleg a Kemény István lírája, aztán most tudom azt, hogy a Szabó T. Annára már nagyon sokan kollégáknál is, akik bejöttek lelkesülten és nagy örömmel, és a diákok számára is ugye egy olyan korosztályról van szó, középiskolában fiatal a gyerek és a felnőtté válás, a váltás időszakában, ahol rengeteg indulat, rengeteg érzelem, rengeteg etikai és morális alapvetés kezd el valahogy helyére találni, és rendkívül fontosak a versek, és azok a kortárs költők, akik tudnak érvénnyel megszólalni. Kürti Lászlóval való beszélgetésében Szabó T. Anna azt is elárulta a nyíregyházi közönségnek, hogy jelenleg prózát ír. A napokban kerül nyomdába, és egy hónap múlva jelenik meg első novellás kötete Töréstest címmel. A novellák szereplői olyan alakok, akik nem értik önmagukat. A szerző szerint az írások mélyén a fájdalom és a szív rejtőzik. Fehér oroszlán született a nyíregyházi állatparkban. Az 5 hetes kölyköt szerdán láthatta először a közönség. Nyíregyházán tavaly óta él egy fehér oroszlán pár. A kicsi augusztus végén született, anyjának 3 hét után elapadt a teje, azóta gondozója eteti. A fehér oroszlánok Dél-Afrikában élnek, állományuk a vadászat miatt jelentősen csökkent. Utoljára 1994-ben láttak vadon élő egyedet. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő fehér oroszlánok száma nem éri el az 500-at. A nyíregyházán született kölyöknek még nincs neve. A kifutója mellett elhelyezett ládába várják a javaslatokat a gondozók. Három érmet szereztek a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzői a junior 50 méteres országos bajnokságon. A sportpisztoly egyéni számában Agárdi Vilmos végzett az élen, Vareha Attila pedig a második helyen zárt. Csapatban az Agárdi Vareha Kis Attila hármas bizonyult a legjobbnak.
A felnőtt és ifjúsági országos bajnokság után a legjobb hazai juniorok 50 méteres tűzfegyveres bajnokságának is Nyíregyháza adott otthont. A Stadion utcai lőtéren 3 napon keresztül 20 egyesület közel 300 sportlövője versenyzett az érmekért és a helyezésekért. A rendező Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület a felnőtt OB-hoz hasonlóan ezúttal sem maradt érmek nélkül. Én úgy gondolom, hogy a maximumot teljesítettük, hiszen mindent, amit lehetett, megnyertünk. A fiúk első helyet gyűjtöttek be csapatba, egyénibe első és második helyen zártunk, valamint a lányok 4. helyen végeztek, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Vareha Attila a 8-as döntő elején majdnem kiesett, aztán végül ezüstérmet szerzett a sportpisztoly 50 méteres számában. Nem régóta lövöm ezt a számot. Hát döntőbe szerettem volna kerülni, de hogy második leszek, azt egyáltalán nem gondoltam. Motiváció volt, hiszen néztek, mert is szerettem volna, hogy úgymond két nyíregyházi között dőljön el a első két hely, és ez motivált egy kicsit. A standard puska fekvő számában 4. helyen végző Pataki Klaudia szerint nagyon jó közösség alakult ki a nyíregyházi lőtéren. Nagyon jó, egyszerűen teljesen baráti a közösség, mindenki ismer mindenkit, hiszen az edzők is ilyen barátságosak, és igyekszünk mindig olyan edzéseket tartani az edzőkkel együtt, hogy barátságosabb is egy kicsit a gyerekek közelebb kerüljenek egymáshoz. Az év hátralévő részében még 17 hazai, illetve nemzetközi verseny vár a nyíregyházi sportlövőkre, többek között Bolonyában, Kassán és a szekszári serdülőbajnokságon lépnek lőállásba az NPL-es sportolói. Jövőre is lesz rangos verseny a Stadion utcai lőtéren, Nyíregyházán rendezik meg ugyanis a 20 ország legjobbjait felvonultató Hungarian Open-t. Felemás mérleggel zárta a szezonnyitó dupla fordulót a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese szombaton 82-52-re legyőzte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatát, majd vasárnap 58-56-ra kikapott a Debrecen otthonában. A fővárosiak elleni mérkőzésnek a hazaiak voltak az esélyesei, és az NKS érvényesítette is a papírformát. Az első negyedet 13 ponttal nyerte a házigazda, fél időben pedig 15 ponttal vezettek Farkasinszkijék. A folytatásban sem változott a játék képe, a harmadik 10 percben újabb 16 pontot tett hozzá előnyéhez a kosársuli, így a végén még az is belefért, hogy a vendégek egy ponttal megnyerjék az utolsó negyedet. Az a mérkőzés volt az, amit ugye előre úgy gondoltunk, hogy nem kell a kulcsjátékosoknak sokat játszani, és sok játék lehetőséget fogunk tudni adni a fiataloknak, ez meg is történt. Tehát például a 4. negyedet csak ők játszották végig, de a 2. negyednek is az 5. percétől ők voltak a pályán. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a játék lehetőség mindenki részére adott volt. Maga biztos volt, tehát egy percig nem forgott veszélybe az, hogy most ennek a mérkőzésnek más is lehet a végkifejlete, és inkább mondom, az volt a lényeg, hogy a kicsik milyen módon és hogy tudják fölvenni ennek a bajnokságnak a ritmusát, ezen a mérkőzésen ez sikerült, tehát ezt a feladatot így jól megoldották. Különösebben én azt mondom, úgy gondolom, hogy lehet egy gyakorlani támadás, védekezés, minden. Ebben a mérkőzésben ennyi volt, nyertünk, ez így kellett elkönyvelni, reméljük, hogy a következőkben ez a csapat továbbra sem fog nekünk majd gondot okozni. Debrecenben jóval nehezebb mese számíthattak a nyíregyháziak, akik az első 3 negyedben 11 pontos hátrányt szedtek össze. A záró 10 percben a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, de a hazaiak végül 2 pontot meg tudtak tartani az előnyükből. Az elején pontatlanok voltunk, nem tudtuk megoldani a védekezést, tök mindegy volt, hogy most azt a zóna védekezésre próbáltunk reagálni, kimaradtunk egész pályára, tehát megmondom őszintén, mindent megpróbáltunk. Az utolsó negyedet nyertük is aránylag magabiztosan, meg nagy pontkülönbséggel, de annyira sok minusszal mentünk bele a 4. negyedbe, hogy ez megoldhatatlannak bizonyult most számunkra. A nyíregyházi kosársuli legközelebb október 8-án lép pályára, akkor a Szolnok látogat a Szent Imre gimnázium csarnokába. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Új gépekre, eszközökre fordította a csengeri cipőgyár a kormány mintegy 66 millió forintos nagyvállalati beruházási támogatását. A cipőgyár a fejlesztéssel növelheti gyártókapacitását és bővítheti létszámát is. A cég jelenleg 400 főt foglalkoztat, főként a csengeri kistérségből. A Tisza és a Bodrog menti települések csak együtt, közösen meghatározott célok mentén képesek igazán vonzóvá válni a turisták számára. Erről is szó volt ma egy tiszadobi konferencián, amelynek célja többek között az érintett települések és turisztikai egyesületek kommunikációjának elősegítése volt.
A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 28-án szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket műsorainkért és további hírekért böngészik honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Egy anticiklon peremén többnyire alacsony nedvességtartalmú levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Folytatódik a csendes őszi időjárás, a hűvös hajnalt átlagos hőmérsékletű nappal követi. Éjjel észak felől kezdetben egyre több és vastagabb fátyolfelhő érkezik, majd az éjszaka második felében már csökkenhet a felhőzet. Csapadék nem várható, ha nyugati szél időnként megélénkül, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz, ha nyugati szél ismét megélénkülhet, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Délnyugati áramlással a következő napokban egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Enyhébbek lesznek az éjszakák, napközben pedig helyenként 25 foknál is magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A hétvégéig marad az alapvetően napos idő, de vasárnap délutántól hideg front érkezik. Több lesz a felhő és egyre több felé várható csapadék. A jövő hét első felében ismét hűvösebb időre számíthatunk, és megerősödik az északi szél.